Egyes cikk. A megyei szabályzatfelügyelő bizottság a Maros megyei alapszabályzat 83. cikkeinek alapján és 2021. október 7-én elfogadott TKP határozat értelmében Tóth László Magyarország csíkszeredai konzulátusának főkonzulját, Magyari Tivadar, az RMDSZ ügyvezető alelnökét, Csík Éva Andrea képviselőasszony, Kolcsár Károly képviselőurat, Császár Károly Zsolt és Novák Zoltán Csaba szenátorurakat, Vince Lorent európai parlamenti képviselőurat, köszöntöm államtitkárainkat, Barabási Antal, Fülöp Lorentot és Vas Leventét, Borbé László államtanácsos urat, Marosvásárhely polgármesterét Sors Zoltánt, Portik Vilmos Marosvásárhely alpolgármesterét, Isten hozta önöket, tisztelt polgármester urak, alpolgármester urak, és küldöttek. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy ha a saját érdekemet néztem volna populista módon, akkor a Magyar Ifjúsági Tanács alelnökeként, akkor, amikor mások kiléptek az RMDSZ kötelékeiből, akkor mi nem tettük volna le a lemondásunkat, és nem maradtunk volna az RMDSZ mellett az akkori pénzosztások, támogatások közepette. Engedjék meg, hogy azt mondjam, hogy ha a saját érdekemet néztem volna, akkor nem adtam volna be a Marosvásárhelyi, akkoriban kettébe osztott kórház igazgatói állására kampányévben a jelöltségemet az RMDSZ támogatása nélkül, deklaratív támogatásával, hanem mentem volna az árral. Ha a saját érdekemet néztem volna, akkor és engedjék meg, hogy ez legyen az utolsó előtti ilyen példa, akkor az ősszel elfogadtam volna a Mentsitek meg Románia képviselőjelöltségi állását, talán be is jutottam volna. Ebben a pillanatban több száz olyan projektet tettek le a polgármestereink, az önkormányzataink, amelyet különböző állami szervekhez és amelyetnek az alakulását rendszeresen kell, hogy kövessük. A gazdaság fejlődéséhez elengedhetetlen a közlekedési infrastruktúra fejlesztése és karbantartása, amint tudjuk. És 4 évvel ezelőtt, ha visszaemlékeznek, azt mondtam, hogy ilyen téren rendkívül fontosnak tartom, hogy lobbizzunk úgy az Észak-Erdély autópálya építéséért. Köszönöm szépen mindenkinek, bölcs döntést kívánok, és hajrá Maros megye, hajrá Marosvásárhely! Igen vagy nem? Ennyi. De hogy egy jelöltet kell beixelni, nem kettőt. Thank you.